egek szokása. Reménytelen, fáradt szürkeség nyomja el az embert, és nem lát ki belőle. A teljes szívvel élt napok, hetek, hónapok munkája, igyekezete, energiája tűnik hiába valónak. Mit a világ őt kellene fölmelegíteni. Nem megy. Mégsem megy. Mert a gyerek a felső tagozatban, és főleg délután, úgy látszik néha, belefáradnak a saját kis világőrük még munkálásába, és ekkor szentelenek. Szófogadatlanok, nyeglék, nem érdekli őket semmi. Az uzsonna a földön, és még jó, ha nem a plafonon. A legújabb ruhájukban sárban verekednek, hogy miért? Szídni akarta az anyámat, szindróma. Nem akar beülni, nem akar hazamenni, nem akar, nem képes sorakozni füllent nagyokat. Ugyanaz a gyerek, aki már előtte már hosszabb távon beletörődni, látszott a Homo sapiens sorsában. Vagy hogy győzöm reménységgel, vagy hogy nem van, mikor nem. De él bennem egy gondolat. Ilyenkor segít nekem, és hidat ver bennem a holda, a holnapig. Csupán egy gondolatnyi fény. És mégis szeretném továbbadni szülőknek, tanároknak, szomszédoknak. Hiszen egyet akarok. A gyermekek között eltöltött élete végén mondta egy nagyszerű tanár, pedagógus. Gyereket nevelni annyi, mint kavicsot dobálni a tehérbe. Leül az ember a parton, és dobálni kezdi a vízbe a köveket, kisebbeket, nagyobbakat. Nem látszik semmi. Dobálja tovább! És akkor sem látszik semmi. Hiába. Gondolja, nem történik semmi. Hát érdemes! Igen. Ám de ha elég kitartó az ember, akkor egyszer csak meg fogja látni, amint a víz szélén megcsillant valami kis kavics, vagy föld. Az eső addig hullaszik rákra, míg megpukul, és zsombor nő rajta. Az ember azt mondja, az emberek azt mondják a zsomborbokorról, hogy nem való semmire. De én látom, hogy a sárga virág